Szevasztok, birizgálta az agyamat ez a nagy villanymotor. Hát ebből is csináltam egy fázis átalakítót. Látjátok, szépen dolgozik. Ez az ampermérő, ez a... de nem jól látszik. Az egyfázisú hálózatból felvett áramerősséget mutatja. 0,2-vel kell szorozni, tehát olyan 4,6-4,7 amper, úgy, hogy megy az eszterga. Azért megmutatom, ugye ez a betáp része, a kéken megkapja a csillagpontra a nullát. Hát ezt így oldottam meg, mert a söntöléssel nem bajlódtam, hanem a meglévő vezetékekre rákötöttem. Aztán a fázis itt jön be az ampermérőn keresztül, tehát bejön a fázis, piros vezetéken le az ampermérőbe, barnán vissza be a kis megszakítóba. Ez a kis megszakító, ez a fázis, tehát az élő fázist szakítja meg, ezzel lehet lekapcsolni. Minden át van kötve be a motorba, tehát ez az élő fázis. És ez a másik kettő, a kék, meg a fekete, ez a generált fázis. És egyébként most azt mérem, ugye alapterhelésnél 407 volt a generált áramunk, pontosabban feszültségünk. Ezt egyébként úgy is fel lehet fogni, mint egy speciális generátort, ami saját magát hajtja egy fázisról, és a másik kettőt pedig létrehozza, és így lesz belőle három fázis. Ja, egyébként, ja, itt jön be a konnektorba, vagy hát a dugajba. És ha lekövetjük a vezetéket, hogy hova megy, és itt az eszterga. Szépen forog. Tehát teljesen jól működik vele. Na hát ennyit röviden. Bár még annyit megmutatok. Direkt így oldottam meg megint a fázisjavítást az esztergán. Ugye a jó öreg kis megszakítón keresztül, hogy ki lehessen próbálni. De lehet hallani a hangján, nem fogom most méregetni. Tudom, mennyire hallatszik, hogy elkezd morogni az eszterga, hogyha leveszem a kondenzátorokat róla. Akkor még a konkrét paraméterekről, tehát ez a motor, ez ilyen, 15 kW-os 30 amper névleges, vagy a maximális, lehet, hogy ez a maximális áramfelvétele. És ugye Delta 380-as. És elvileg ezt csillagban nem is lehetne motorként használni, mert nem arra van tervezve. De így, hogy én csillagban használom, valószínűleg így csökken a teljesítménye durván olyan gyök 3-mal. Tehát olyan 8,5 kW körül lenne, ha motorként üzemelne. Csillag 400 voltról, de ez csak elvileg, nem próbáltam még ki. Azt mondja, na, akkor következő legyen a kondenzátor, amiről beszélek. Ez 6 darab 36 mikrós kondenzátor, kettessével sorba kötve, tehát itt látszik az átkötés.
És akkor az 18 mikrofarád lesz, tehát 3x 18 mikro, és ezek deltába kötve. Ezzel a feketével, a két barnával vannak deltába kapcsolva, és úgy vannak rákötve, kis megszakítón keresztül a motorra. Ez a megszakító az azért van így megcsinálva, mindent lehúz egyszerre, azért, hogy a felpörgetésnél véletlenül se gerjedjen fel a motor generátorként, mert amikor rákapcsoljuk a hálózati áramot, tehát amikor hirtelen vissza felkapcsoljuk, hogy elinduljon, akkor elképzelhető, hogy valamilyen ellenfázisban fognak találkozni, és az nem biztos, hogy jót tesz itt a dolgoknak. Tehát lényeg az, hogy ez a kapcsoló leválasztja a motort teljesen a hálózatról is, meg a kondenzátorokról is. És akkor majd mindjárt megmutatom, hogy kell beindítani. Na, tehát az indítás az úgy fog kinézni, hogy csináltam hozzá egy flexre rászerelhető égszíttárcsát. Hát ez már elég erős, hogy megforgassa. És ezzel fogom bepörgetni. És mikor felpörgött, akkor rákapcsolom a kis megszakítóknál az áramot, és elvileg szépen menni fog. Először akkor csatlakoztatjuk a dugvillát. Igen. Csak így nem indul el, le kell kapcsolni. Leválasztottam ugye a hálózatról. És akkor lássuk a medvét. És már jár is. Akkor most a feszültségeket mérem, hogy lássuk, hogy mennyire szimmetrikus ez a három fázis. Tehát ez a csillagpontunk, ez a három. Nem jó, így mutatom. Tehát ez a három, ugye mert öt össze van közösítve. Tehát erre ráteszem a egyik tapintót. Így. Nem látszik a kezemtől semmit, nagyon jó. Na így jó. És akkor előbb megnézzük a nullához képest, hogy a hálózati feszültség az 243 majdnem. Akkor az első generált fázisunk, ez is 243. És a harmadik, ez 242 és fél. Tehát én azt gondolom, hogy feszültségben nagyon szépen ki van egyenlítve, és nem kellett különösebben trükközni semmit a kondenzátor értékeken, tehát ez a 3x18 mikro deltában, ez tökéletes ehhez a motorhoz. Akkor, már bocsi, egy kicsit meg vagyok fázva, hogyha ilyen orból beszélek. Most akkor két fázis, ez a két generált fázis közötti feszültség, 222 volt, vagy 21. És akkor most megnézzük az élő fázis, és a egyik generált fázis 2, vagy 412, még egy 420. Tehát igazából a fázisok között is egészen tűrhető a szimmetria. Tehát én 400 voltnál ilyen 8-10 volt eltérés, szerintem annyira ez nem gáz. Még egyszer. A műszer csipog, jelzi mindig, hogy vigyázz, feszültség, nagy feszültség. Na, 425, hát ez kicsit most itt feljebb ment, nem tudom mitől. 414, valószínűleg a hálózat az is ingadozik, este van. Hány óra van? Hát mindjárt 8 óra, 3.80, gondolom ilyenkor a fogyasztásban van a csúcs. Na mindegy, nullához képest is nagyon
szépen, szimmetrikus. Mondhatnám, hogy tökéletes. Esetleg még egy színusz hullámot nézhetünk rajta. Kb. Itt lesz. Na, ez az egyik generált fázis. Hát mondjuk ez a picit inkább trapéz, mint színusz. Másik generált. Hát ebbe is vannak azért egy kis torzulás itt-ott, de ez talán egy picit színusz, jobban hasonlít a színuszra. És ez az élő fázis. Hát mondjuk konkrétan ebbe is van egy kis trapéz. Ez se annyira tökéletes színusz. A teteje egészen ott lapos. Mindjárt ránézünk úgy, hogy visszalépünk egyet, csak nem tudom a tapintót is tartani, meg a műszert is nyomkodni. Hát igen, a tetején van egy lapos rész. Ebbe egy kis cikcak. Meg ebbe is egy kis cikcak. Na jó. És akkor ez az üres járati áramfelvétel. Hát olyan 2,1-2 amper lehet. Mindjárt hozom a másik műszert. Hát igen. Hát még ez szerint 2 amper sincs. Ez meglepően kevés így üres járatba. Bevallom töredelmesen. Hogy engem meglepett, hogy ilyen kevés árammal elmegy. Egy fázisról. És akkor még itt a reaktív áramokat mérjük meg a motornál, motor és a kondenzátorok között. Ez itt 4 amper, ez az egyik generált fázis, a fekete. Tehát a fekete és a kék a generált, a barna az az élő fázis. Ez megint 4 amper. És ez meg 3, de ugye ez az élő fázis, tehát ezen nincs akkora áram, gondolom azért, mert hogy ez élő fázis, nem tudom. De lényegtelen. Ez szépen csendben megy a motor. Több órás járatás után is épp hogy csak langyos. Éppen ezért levettem róla a ventilátort is. Pontosan ezért, hogy még csendesebb legyen, mert ha ez a ventilátor rajta van, azért ennek van zaja rendesen. De itt teljesen korrekt, és így sem melegszik. Szép csendbe eldurúzsol. Na hát ennyi lenne az egész. Ha kérdés van, akkor nyugodtan tegyétek fel. A videó alatt lehet beírkálni. Na köszi szépen, szevasztok!